Tisztelt kollégák, tisztelt elnökség! Első körben egy kis bocsánatkéréssel tartozom az előadást hallgatóknak, ugyanis viszonylag rövid idő állt rendelkezésemre a felkészülésre. Ugye egy betegség miatt vagyok én jelen pillanatban itt. Az előadást úgy próbáltam összeállítani, hogy abból a kutatási anyagból adjak elő önöknek, amivel én gyakorlatilag foglalkozom. Tehát áttételesen fog kapcsolódni az első világháborúhoz, amit én el fogok mondani, de majd látni fogják azt, hogy mégiscsak hozzá kapcsolódik a világháborúhoz. Ugye az első világháború alatti magyar politikai életről viszonylag keveset tudunk, legalábbis a közgondolkodás viszonylag keveset tud róla. Annak ellenére van így, hogy 1914 és 1918 között nem csak a háború zajlik Magyarország frontjain, hanem igazából működik folyamatosan a magyar parlament, és működik folyamatosan a magyar politikai élet is. Ez önmagában nem egy annyira egyértelmű dolog, ugyanis a központi hatalmakban több helyen szünetel a törvényhozás, szünetel a parlamentarizmus, a klasszikus alkotmányosságot felfüggesztették. Ugye erre a legszebb példát mondjuk Ausztria jelenti, ahol 1917-ig nincs országgyűlés, pontosan az ottani birodalmi gyűlés nem ülésezik. A Németországban is, ugye ezt az köztudomású, hogy a katonai hatalom átveszi az állam irányítását. Magyarországon valami más történik. Az antant hatalmaknál egy egészen más dolog figyelhető meg. Ott azt tapasztalhatjuk, hogy a politikai elit próbálja kiszélesíteni saját legitimációs bázisát, tehát koncentrációs, koalíciós kormányokat hoznak létre, ugye a közös ellenséggel vívott harc jegyében. Most Magyarország tehát egy ilyen átmeneti helyzetben van, egyrészt nem zárják be a parlament épületét, tehát folyik tovább a törvényhozásnak a munkája, másrészt viszont nem születik meg egy koalíciós megegyezés az ellenzék és a kormánypárt között. A béke, a politikai béke annyit jelent, hogy az ellenzék 1914-ben, ugye amikor kitör a világháború, kijelenti, hogy nem fogják a kormányt nyilvánosan támadni. Ez igazából 1915 elejéig, kora nyaráig tart, ugye amikor már jelentős háborús veszteségekről lehet értesülni, és ekkor a parlamentben is egy igen kemény politikai csatározás indul el. Tehát a politikai életben egy egészen más szituáció figyelhető meg, mint ami bárhol szerte Európában. Ugye hát Ausztriában, Németországban hallgatnak nagyjából a parlamentek, Nyugat-Európában pedig egy egységes kormány, egységes parlament áll szemben az ellenféllel. Nagyon érdekes például az is, hogy az egész országban cenzúrázzák a lapokat, de a parlament tevékenységét értelemszerűen nem lehet cenzúrázni. A parlamenti beszédekről a sajtó tudósít, és ez egy fontos forrás a korabeli ember számára, hiszen azok egészen más, tehát ott olyan dolgok elhangoznak, amelyek máshol nem hangozhatnak el az ellenzéki képviselők szájából. Na most az előadásom során alapvetően két kérdéssel szeretnék foglalkozni. Az egyik, a választási eredmények az 1910-ben, politikai erőviszonyok a világháború előestéjén. A másik kérdés pedig a választójognak a problematikája. Ugye miért ez a két kérdés? Ugye az egyik az, hogy 1910-ben áll föl az a parlament, ami 1918-ig működik. Ugye 5 évente kellene tartani választásokat, de az 1915-ös választások a háború miatt elmaradnak. Tehát fontos, hogy 1910-ben milyen politikai erőviszonyok alakulnak ki a parlamentben. A másik jelentős kérdés a választójoghoz kapcsolódik. Ugye hát értelemszerűen a politikai életet, a politikát meghatározza, hogy az emberek milyen mértékben vesznek részt a politikai életben. Nézzük meg az 1910-es választási eredményeket, röviden. Bocsánat, egy kicsit rossz, hogy hátam mögött van csak a diasor. Ugye jól látható, hogy a
Nemzeti Munkapárt egy 256 képviselővel megnyerte a választásokat, és a képviselők 62%-át bírja. Ugye ez egy óriási többségnek tudható be, főleg azután jelentős ez a többség, hogyha összevetjük az 1905-ös választási eredménnyel az 1910-es választási eredményt. Miért kell összevetni az 1905-ös választást az 1910-essel? Azért, mert 1905-ben az addig kormányzó párt, a szabadelvű párt elveszítette a választásokat, ugye eddig azelőtt erre példa nem volt, és 1905-ben az itt látható a kerületek maradtak meg csupán a kormánypárt kezében. Most 1906-ra szétesik a szabadelvű párt, ugye utána az ellenzéki koalíció kormányoz 6 és 10 között, és a 10-es választásokra hozza létre Tisza István a Nemzeti Munkapártot, ami nagy mértékben támaszkodik a szabadelvű elődeire. Na most tehát ehhez képest óriási a győzelem, amit a Tiszának sikerül elérnie. És hogyha egy térképen bemutatjuk a 1910-es választási eredményeket, akkor ezen már jól látható, hogy hogyan is néz ki a korban a politikai élet. Ezeket a térképeket egyébként saját magam készítettem. Zölden láthatók a Nemzeti Munkapárti a képviselők, és hát ugye az egyéb színek, a piros, meg az olyan fekete szerűség, azok pedig a függetlenségi ellenzéknek a különböző pártjait mutatják be. Na most jön egy következő, amelyiken a választókerületek nemzetiségi összetételét mutatom be. Ezen jól látható, hogyha visszatérünk erre a térképre, hogy alapvetően a zöld kerületek a színes és nem piros kerületekhez kapcsolódnak. Tehát az azt jelenti, hogy a Nemzeti Munkapárt, tehát a kormányzó párt hatalmát alapvetően a nemzetiségi kerületek segítségével tudja biztosítani. És készítettem egy táblázatot, amelyben ez még látványosabban figyelhető meg. Két részre bontottam a kerületeket, ugye függetlenségi pártok és kormány oldalit, kihagytam az egyéb képviselőket, ezért nem 413 a végeredmény, és a magyar kerületek és a nemzetiségi kerületeket mutatom be. Ugye erre az oszlopra figyeljenek oda, a magyar kerületek esetében a függetlenségi pártok 102 kerületet birtokolnak, a kormány oldal a Nemzeti Munkapárt 100 kerületet, tehát a magyar kerületekben az ellenzék megverte a kormányoldalt, míg a nemzetiségi kerületek esetében abszolút más a helyzet, 10 kerület az ellenzéké, 170 kerület a kormányoldali. Tehát ez jól mutatja, hogy a magyar politikai életnek van egy nagyon érdekes vonása 1910 esetén, hogy a kormányoldal alapvetően a nemzetiségi területekre alapozza hatalmát, míg az ellenzék az a magyar területeken van jelen. Azt is lehet mondani, hogy a politizálás, tehát a polémia, a kiegyezés alapján álló polémia a magyar területekre jellemző. Most ehhez természetesen hozzátartozik az, hogy nem mindenki választó, de készítettem olyan vizsgálatot is, ami azt mutatja, hogy a nemzetiségi területek választói nemzetiségek közül kerülnek, és nem a magyarok közül. Tehát ez egy fontos dolog. Tehát a nemzetiségek választói a kormányoldalt támogatják, míg a magyar kerületek választóinál sokkal nagyobb a megosztottság. Na most innen könnyebben érthető az, hogy miért az a hatalmas belső politikai polémia, ami a világháború alatt, és főleg a világháború második felében Magyarországon, a magyar területeken belül majd megfigyelhető lesz. Na most a másik lényeges kérdés, hogy a választójognak a problematikája. Ugye kik választhatnak Magyarországon 1910 időszakában? Az egyik legfontosabb szabály még mindig az 1848-as választóigi törvény. Ugye azért az ötös és a második, mert az ötös magyar és a második erdélyi törvénycikről van szó. Ez ugye köztudomásulag cenzushoz köti a választási jogosultságot.
Most ezen a cenzuson időközben többször változtatnak a parlament, többször változtatnak a dualizmus időszakában, de egy dolog állandó marad, hogy a cenzus létező valóság. Most nézzük meg, hogy hogyan néz ki a választók aránya a lakosságon belül. Két külön kategóriát hoztam létre, Magyarországot és Erdélyt, mert mind a kettő külön értelmezendő. A Magyarország az a nem erdélyi, magyarországi területeket jelenti. Itt látványos a tendencia. Ugye nézzük meg, hogy alapvetően ugye 6% körüli, a lakosságnak 6%-a rendelkezik választójoggal az ország területén. Ha Magyarországot nézzük, tehát nem az erdélyi területeket, a kicsivel több, de Erdélyben ilyen nagyon szépen látszik, hogy az 5,7%-os 48-as arányról 3,3%-ra visszaesik 1910-ben a választóknak az aránya, és hogyha ezt számban nézzük, 151 ezerről 82 ezerre gyakorlatilag felére csökken a választásra jogosultak aránya Erdélyben. Ez azért van, mert Erdélyben a választójog elsősorban a régiókhoz kapcsolódott, tehát akik 48 előtt birtokoltak, és ezek az emberek ekkora már meghaltak. Visszaesik a választók száma. Magyarország esetében egyfajta növekedés figyelhető meg, az arány stabilan marad az 1899-ről, arról most nem beszélnék, hogy milyennek az oka, hogy itt egy kicsivel alacsonyabb. Na tehát 1910-ben 6% körüli a választásra jogosultak arány, ez a felnőtt férfiaknak az egynegyedét jelenti. Na most a választójog problémája a 19. század végén, 20. század elején egyre jelentősebb. Ugye 1907 után mindenféleképpen. 1907-ben Ausztriában bevezetik az általános választójogot. A magyar politikai életnek is valamit kezdenie kell a választójoggal. Igen ám, de vannak olyan kérdések, amivel nem tudnak mit kezdeni. Bizonyos félelmek. Ugye az egyik félelem, hogy a képzetlen és nincstelen tömegektől való félelem, amit a korban úgy fogalmaztak meg, hogy a szocializmustól, a kommunizmustól való félelem. A másik fontos félelem az a nemzetiségi szavazóktól való félelem, amit a szeparatizmus kapcsán fogalmaztak meg, és egyébként a kormány oldal jobban félt a szocializmustól, mint a nemzetiségi kérdéstől, hiszen az előzőekben láthatták, hogy a nemzetiségi kerületek kormány oldalra szavaznak. Tehát a szocializmus tűnik a jelentősebb veszélynek az korabeli politikai elit számára. És a másik jelentős félelem, az félelem Erdély elvesztésétől, ami azt jelenteni, hogy Erdélyben a román szavazók bármilyen választójogot hoznak, a román szavazók kerülnének többségbe. És az erdélyi kérdés az a magyar politika elitnek a szívecsücske volt, tehát Erdélyt nem szabad volt elveszíteni. Na most ennek következtében egyfajta speciális megoldás keletkezik Magyarországon a választójogra. Ugye hát az egyik megoldás az a plurális választójog, vagy az általános választójognak az elvetése. Tehát, hogy maradjon tovább a cenzus, és próbáljunk úgy játszani a számokkal, hogy próbáljuk a magyar szupremáciát fönntartani. A másik fontos dolog az a választókerületekkel való játék. Próbáljuk úgy szabni a választókerületeket, hogy az a lehetőség szerint a politikai elit hatalmát továbbra is biztosítsa. Most ennek eredménye egy 1913-as választójogi törvény, ugye, amit ugyan megszavaznak, de ennek alapján választásokat nem tartanak. Nézzük meg a reform előtt és a reform után, hogy alakul a választóknak az aránya. 59% magyarok, 60% magyarok. Tehát a lényeg ebben állt a politikai elit számára, a választók nemzetiségi összetételét kellett úgy kisakkozni, hogy a magyarok továbbra is többségben maradjanak egy cenzus változtatás eredménye képpen. Most mi lesz ennek a következménye? Ugye annak, hogy 1914-ben a parlamentnek nincs, tehát a parlament a lakosság egy kisebbségére alapozza a legitimitását. Az egyik legfontosabb következménye az, hogy a parlamenten kívüli politikai erők azt állítják a parlamenttel kapcsolatban, hogy a lakosság 6%-a alapjánál, tehát egy legitimációs hiány áll elő, a parlament nem képviseli Magyarország lakosságát. Ez jellemző a szociáldemokrata, különböző szociáldemokrati színezetű pártokra. A nemzetiségi
pártok azt állítják, hogy mivel a lakosságnak csak 6%-a választó, és a nemzetiségekhez képest a magyarok a választók közül fölül reprezentálódnak, a nemzetiségieket nem képviseli a parlament. Tehát a legitimációs hiánya van a parlamentnek a nemzetiségi területekhez képest. Ez a nemzetiségi pártoknak az ideológiája. És van egy nagyon lényeges probléma, hogy a lakosság, a felnőtt férfi lakosság 75%-a számára nem adott a parlamenti politizálás játéktere. Tehát nem vesznek részt a választásokban, ők olyan pártok felé fordulnak, vagy olyan pártok képviselik, próbálják őket képviselni, akik azt hirdetik programjukban, hogy az utca a megfelelő politizálási tér, hiszen a parlament számukra nem adott. Most ezekkel a kérdésekkel nem lenne olyan nagy gond, hiszen ilyen volt a helyzet 1914 előtt is, de 1914 után, ugye amikor a társadalomnak egy jelentős terhet kell viselnie a háború folytán, ugye ez egy hatalmas legitimációs problémát jelent, tehát a parlament nem csak hogy egy anakronisztikus választás, ez az utolsó diám, nem csak egy anakronisztikus helyzet alakul ki a választójog tekintetében, hanem egy legitimációs válság is kialakul a választójog tekintetében, tehát a magyar parlamentnek állandóan ezzel a problémával kell küzdenie. És így viszonylag könnyen érthető az, hogy a politika az elég erőteljesen fog az utca irányába eltolódni, és a világháború végén ugye egy olyan szituáció alakul ki, ugye, amit ismerünk. Szemben mondjuk Ausztriával vagy Németországgal, ugye, ahol egy szociáldemokrata kormánynak a megalakulása, vagy egy választási győzelem, az nem jelent automatikusan ugye, a szélső baloldali diktatúrának a kialakulását. Magyarországon nem ez a helyzet. Tehát a óriási jelentősége van annak, hogy a képviselő háznak milyen a legitimációs bázisa. Én úgy érzem, hogy, az, ami Magyarországon történni fog 1916 után, az gyakorlatilag ennek az egyik legfontosabb oka itt keresendő. Ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm a figyelmet.